Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2016. november 4-én este 19:30-tól. Kalocsai gyerekeknek is szurkolhatunk, bejutottak a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola táncosai a Felszállott a Páva élő műsorába. Emlékezni és emlékeztetni. Emlékművet avattak Hajóson a gulágba deportált helyi svábok emlékére. Külön díjjal ért haza a Kalocsai Tália Társulat. Pál István Fesztiválon remekeltek a miénk. A Felszállott a Páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató elődöntőjében szerepelnek majd november 25-én a Kalocsai Liszt Ferenc Művészeti Iskola táncosai. A verseny részleteiről és a felkészülésről a csoport vezetőit kérdeztük. Óriási lelkesedéssel és maratoni táncpróbákkal készülnek Dusnokon a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, nem véletlen, hiszen hamarosan a Duna Televízió Felszállott a Páva című műsorának élő adásában fognak szerepelni. A verseny részleteiről a csoport egyik vezetőjét, Tóth Mihó Erikát kérdeztük. Először is egy DVD anyagot kellett beküldeni. Innen kiválogatták az együtteseket, 50 csoportot választottak be a selejtezőkre, és ez a miénk a Szekszárdon volt, és innen a selejtezőről a 70-ből 69 ponttal jutottunk tovább az élő adásba. A táncpedagógusok a Pávás csapatba a Kalocsai Mákszemek és a Dusnoki Aprók csoportjából válogatták össze a gyerekeket, így november 25-én városunk táncosaiért is izgulhatunk majd az élő televíziós műsorban. Amire nagyon törekszünk, hogy a koreográfiáinkban a gyerekek maradjanak. Természetesen a dramaturgiai összeállítás, a viselet, a stílusos tánc, valamint az, hogy egy vidám csapat képét tudjuk mutatni. Igazából nekünk ezek a célkitűzéseink egy koreográfiában. És ha mindezt sikerül megvalósítani, akkor reméljük a zsűri úgy dönt majd, hogy a csapatnak a középdöntőben a helye. Nemzetiségi konferencián, német nyelvű szentmisén és emléktáblaavatáson vehettek részt mindazok, akik ellátogattak a Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programsorozatra, melyet a volt szovjet táborokba hurcolt svábok emlékére rendeztek. Szóval vette kezdetét a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megrendezett programsorozat záróünnepsége Hajóson, a Rákóczi utcában, ahol az emlékmű is áll. Azért éppen itt, mert 70 éve innen vitték el a sváb lakosokat Kiskunhalasra, ahol bevagonírozták őket és Szovjetunióba szállították kényszermunkára. A megjelenteket Mayer Edina, a Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke üdvözölte, aki beszédében kiemelte, hogy megtisztelés a hajósiak számára, hogy egy pályázatnak és a városvezetőségének köszönhetően emlékművet avathatnak. Ez az emlékmű egy egyszerű stáció, pilcstékle, ahogy Hajóson mondanánk, amelyhez kövekkel kirakott, vasúti sinekkel szegélyezett út vezet. Azokra az időkre és eseményekre emlékeztet minket, amelyekről évtizedeken keresztül hallgatni kellett, amiről ma már csak néhány túlélő tud nekünk mesélni. Arra emlékeztessen, hogy a hajósiakat is ártatlanul vádolták, azt állítva, hogy háborús bűnösök, mert németek és vezetésül a Szovjetunióba hurcolták őket kényszermunkára. Az ünnepségen Mencer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezetének az elnöke is szólt az egybegyűltekhez. Mondják, hogy a történelem az emberiség emlékezete, azaz olyan életfontosságú párbeszéd, amely a jelenben élők és a múlt személyiségei, a múlt történései között zajlik. Valóban a mai emlékműállításnak is ez a legfontosabb célja. Találkozni és megérteni az előttünk járó üzenetét, és itt hagyni mementóul az utókornak a valós magyar történelmet.
Az emlékmű a német önkormányzat képviselőinek ötletei alapján különböző szimbólumokból állt össze, melynek az egyik része a Hajósi Szűz Mária szobor egy töredéke. Az ünnepség végén az egybegyűltek az emlékezés koszorúit és mécseseit helyezték el a talapzatánál. Külön díjjal ért haza a székesfehérvári Pál István Fesztiválról a Kalocsai Tália Társulat. Az országos versenyre 10 amatőr csapatot hívtak, és közülük Varga Kinga a legígéretesebb kezdő előadónak járó oklevelet és a hozzájáró díjat vehette át a zsűritől. A Kalocsai Társulat nagy sikerrel mutatta be városunkban is, sőt már több vidéki színházban és kulturális központban az Acél Magnóliák című darabot. Ezzel érkezett Székesfehérvár az amatőr színjátszóknak rendezett Pál István Fesztiválra is. Az országos versenyt 5 éve rendezik meg, amelyeink már tavaly is bekerültek a fesztiválra, de akkor az egyik szereplő kiesése miatt nem mentek el, ezért is volt számukra fontos a mostani lehetőség. 26 jelentkező volt idén az országos megméretetésre, ebből 10-et választottak ki, és hát egy 3-tagú bíráló bizottság előtt, szakmai bizottság előtt ez a 10 csapat megméretette magát, és ebből válogattak. Mint ahogy megtudtuk, minden darabot teljes egészében bemutattak, majd a zsűri külön értékelte az előadásokat. A mieink számos pozitív megerősítést kaptak, játékuk teljesen magával ragadta a zsűrit, de szerintük nem volt szerencsés a darabválasztás. Szeretnék tulajdonképpen, hogyha komolyabb darabokat is csinálnánk. Na most erre, mint említettem, volt az emberanyagunk nagyon megvan, és ezt meg is jegyezték, hogy látszik, hogy például a Jombrik Ibolya a 100 éve már színpadon áll. Ez egy olyan dicséret volt, hogy nem is tudom, hogy hova rakjam. Ennek ellenére igazából díjakat nem hoztunk el, mert ők más szempontból, az maga zsűri az más szempontokat is figyelembe vett. A bemutatott darab attól télt el a korábbiaktól, hogy Szabó Csillag szerepét Varga Kinga vette át, aki először állt a közönség elé. Nagyon izgultunk, előtte volt lehetőségünk néhány darabot megnézni, ez még plusz tetőzte az izgalmunkat, és hát minden előadás előtt izgul az ember természetesen, ez most sem volt másképp, egészen addig, amíg el nem hangzik az egy bizonyos mondat, vagy az első mondat, onnantól kezdve csak magunknak játszunk. Valóban sikerült legyőzni a drukkot, mert a zsűri neki adta a legígéretesebb kezdő előadónak járó oklevelet és a hozzátartozó díjat. Ez a díj számomra egy nagyon nagy elismerés, de ez nem csak az enyém, hanem az Acél Magnóliáké. Együtt voltunk a színpadon, együtt hoztuk létre ezt a remek produkciót, amit a szakmai zsűri nagyon-nagyon sok pozitív szóval értékelt, úgyhogy ez a díj a társulaté. A Tália Társulat munkája tovább folytatódik, legközelebb jövő héten lépnek fel, és lassan a következő új darabbal is megkezdik a próbákat. Elismerték a városunkban is működő promóciós termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Kft. Teljesítményét, ugyanis néhány nappal ezelőtt a Nemzetgazdasági Minisztérium elismerését vehette át a cég tulajdonosa, András Attila. A díj a sikeres vállalkozásokért célja, hogy elismerje, ismerté tegye és ösztönözze azokat a Magyarországon működő gazdasági társaságokat, kis- és középvállalkozásokat és induló cégeket, amelyek hozzájárulnak hazánk gazdaságának növekedéséhez, valamint például szolgálnak sikeres vállalkozások megvalósításához. Meg kellett adnunk egy viszonylag hosszú kérdőívet a cégnek a adatairól, számairól, terveiről, mindenféléről, és utána egy független szakmai zsűri választja ki a cégeket minden hónapban, itt ebben független a minisztériumon kívül álló zsűri tagok ülnek, német gazdasági kamarából, tehát gazdasági szakemberek ülnek, akik eldöntik különböző szempontok alapján, hogy kikapja ezt a elismerést. A szakmai bizottság pedig most úgy döntött, hogy a hónap kis és közepes vállalata díját az 1995-ben alapított promóciós termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Anda Present Kft.-nek ítéli oda. A cég életében talán azt gondolom, hogy ez az elmúlt 20 éves munkának a elismerése, mondjuk úgy, hogy állami szinten a napi életünket persze nem befolyásolja, betettük szépen a bitébe, és nagyon örülünk neki, de hát nekünk azért a napi dolgainkat azok munkával telnek, és mint ahogy az előző riportban beszéltünk róla, az erővel fejlesztjük a kalocsai
gazdasági minisztérium elismerésén kívül, mint megtudtuk, további eredményekkel is büszkélkedhet mostanság a KFT. A figyelőnek megjelent ugye ők minden évben összeállítják ilyen top 200-as cégeket, és ugye különböző kategóriákban, tehát nagyvállalatok, KKV-k, és ugye van ez a feltörekvő cégek kategória, akik a, gondolom én, hogy a ígéretes kategória, és itt a 104-dik a top 200-as céglistában az Antaprezent, ami azt hiszem, hogy szintén egy nagyon különleges és érdekes eredmény. Újabb előrelépés történt a PAS 2 projektben, ugyanis a múlt hét folyamán a társaság benyújtotta a telephelyengedély kérelmét az eljáró hatósághoz, vagyis az Országos Atomenergia Hivatalhoz. A PAKS 2 projekttel kapcsolatban legutóbb arról számoltunk be, hogy a Baranya megyei kormányhivatal szeptember 29-én kiadta az új atomerőművi blokkok létesítéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt. Ezután a beruházás soron következő mérföldköve a telephely engedély megszerzése. Ehhez a társaság első körben már összeállította a telephely vizsgálatának és értékelésének programját, amelyet még 2014-ben az Országos Atomenergiai Hivatal jóvá is hagyott. Az említett program végrehajtására többszintű ellenőrzés mellett került sor. A vizsgálat célja az volt, hogy feltárják azokat az emberi és természeti tevékenységből eredő körülményeket, amelyek a létesítendő építményre hatással lehetnek, illetve azokat a veszélyeket, amelyeket a tervezés során figyelembe kell majd venniük. A tudományos eredmények végül igazolták, hogy a nukleáris biztonsági szabályok betartása mellett a telephely és környezete megfelel az új blokkok megtervezésére, megépítésére és biztonságos üzemeltetésére. A program sikeres lezárását követően a projekttársaság beadta a telephely engedély kérelmét az eljáró hatósághoz. A kérelmet október 27-én fogadta be az Országos Atomenergia Hivatal. A folyamat következő állomása a témával kapcsolatos közmeghallgatás lesz, amelynek időpontját és helyszínét majd az eljáró hivatal fogja meghatározni, valamint nyilvánosságra hozni. A Bozsik program keretein belül megyei felmérést és egyben válogatót tartottak Kalocsán számos kisebb-nagyobb településről érkezett fiatal labdarúgó számára, akik már most vagy a későbbiekben a megyei válogatottban kaphatnak helyet. A Bozsik program keretein belül egy olyan utánpótlás futballválogatóra került sor Kalocsán, amelynek alkalmával a megyei válogatottban helytállni is képes, fiatal focistákat mértek fel szakemberek. A kis településektől kezdve a nagyobb városokig több irányból érkeztek gyerekek, így például Tompáról, Kelebiáról, Lajosmizséről, Bácsalmásról, Bajáról, de Kalocsáról is. Próbálnak minél szélesebb körben tehetségeket találni és lehetőséget biztosítani számukra, mondta híradónknak Velez Attila alközpont vezető. U13-as korosztályban van egy 20 fős keret, aki pillanatnyilag megyei válogatott néven minden második héten edzéseken vesz részt Kecskeméten. A most itt lévő gyerekek, a 20 plusz 20 gyerek, az a plusz 20 gyereket alkotják, akik bármikor bekerülhetnek esetlegesen az első keretbe is, csak most pillanatnyilag a fejlődésükben egy olyan stádiumban vannak, hogy nem elég erősek, nem elég magasak, vagy valamilyen formahanyatlás vagy sérüléseik vannak. Őnekik tartjuk most ebben a három napban az összetartást. A helyszínen megtudtuk, hogy nem csupán a jelenlegi, de már a jövendő megyei válogatott keretébe is már most elkezdték felmérni az edzők azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben esetleg helyt kaphatnak a keretben. Az U11-es csapatot azért válogattuk ki, hogy mint egy elé menjünk a jövő évi válogatásnak, és már legyen egy képünk arról, hogy az U11-es korosztályú játékosok között milyen erőt képvisel a megye. Mivel a felmérő és egyben válogató helyszínét Kalocsa, azon belül is a Méhecskék Sportegyesület futballpályája adta, ezért ennek kapcsán Faragó László, a Méhecskék elnöke külön felhívta rá a figyelmet, hogy ez a fiatal kalocsai futballisták és az utánpótlással foglalkozó egyesület számára is nagy jelentőséggel bír. Ugye ez a kalocsai sportdiplomáciának is egy jó lépés előre, a Méhecskéknek is egy kiváló lehetőség, de ami a legfontosabb, hogy a gyerekeinknek is egy fontos állomás, és így ugye itthoni környezetben tudják megmutatni magukat, hogy esetleg beférnek-e, vagy van előtt a különböző válogatottak, és van előttük esetleg komolyabb jövő. És azért örülünk különösen ennek a dolognak, mert nagyon ritkán tudunk ilyet csinálni. Faragó László hozzátette, hogy ez egyúttal hátrányt jelent egész Kalocsa labdarúgása számára.
Mindezt tetézheti, hogy a Bozsik program átszerveződésével újraosztódnak a felelősségek, posztok és lehetőségek, amely során nagy valószínűséggel Kalocsa elveszíti azt az alközponti státuszt, ami évtizedekig megvolt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk. Addig is látogassák Facebook oldalunkat és a Kalocsa TV honlapját a www.kalocsatv.hu-t. Szép estét kívánok, viszontlátásra!